Életek, történetek Ferencvárosból, 25 percben. Heti Portré A mai heti portréban folytatjuk a beszélgetést Érsek Csanádi Gyöngyi bábművésszel, az Arany Szamár báb színház alapítójával. Hogy áll össze egy színdarab? Kik alkotják a, a stábot, amikor mondjuk a nulláról indultak és elkezdtek építkezni? Hát Miután ö, megtaláltuk a mesét, általában ö, ugye az van, hogy én, de, de volt már olyan, hogy a, a rendező hozta az anyagot, elkezdünk egy kicsit elemezgetni, tehát elkezdjük elemezni a dolgot. Nekem már akkor ö, természetesen kialakult az a képen, hogy ki legyen a rendező. Tehát, hogy ahhoz a témához, Te mondjuk... Te határozod meg, hogy ki legyen a rendező? Hát, általában igen. Én szoktam meghívni a rendezőket, ö, meg az összes alkotót igazából és törekszem arra hogy hogy olyan olyan alkotókat hívjak meg a mellé, mert hát mégis a legfontosabb a rendező, akivel mondjuk ő már dolgozott, akit jól ismer, akivel nincsenek mindenféle dödszenők és problémák és félreértések, mert itt azért adódhat, tehát bármelyik pillanatban, hogy nem olyan a bábszeme, nem tudja ezt csinálni, nem is ilyen anyagból kellett volna, szóval rengeteg-rengeteg helyen elcsúszhat ez a történet. Szóval, hogy, hogy, hogy ő válassza meg inkább ö, maga köré az embereket, azt a témet, akivel a legjobban tud dolgozni. A rendezőt követően ö, mindenképp ugye a díszlet és a bábtervező az, aki, aki ö, nagyon fontos. mert ö, Ők a rendezők ezzel alá dolgoznak tulajdonképpen? Pontosan, ugye? pontosan. Hát ez általában egy ember szokott lenni a díszlet és bábtervező, vagy látványtervező. Azért nagyon-nagyon fontos a, a, a látvány és díszlettervező és -tervező, mert, mert a bábjáték az mégiscsak egy ö, látványra épülő műfaj. Tehát ott a, a képzőművészeti hatása a bábszínpadnak, a bábszínháznak báb nagyon-nagyon jelentős. Nagyon -nagyon tehát ezért egyáltalán nem mindegy. És nagyon fontos, hogy az, amit, amit kitalálnak az elején, hogy hogy milyen közegbe, milyen térbe, milyen formát, milyen technikát használva készüljön el ez a produkció, az döntő ugye az egész előadás megszületésének a kimenetelében. A tervezőt követően ugye a készítő. Tehát, hogy ki legyen a készítő, inkább a asztalos munkával foglalkozó, vagy vagy inkább aki, aki a bábokat tudja jobban, vagy ismeri jobban, vagy készíti jobban. Ezt, ezt meg kell találnunk, és általában én szoktam a zeneszerzőket is megkeresni, vagy felkeresni, felkérni, és hát természetesen a színészeket is. Sőt, ugye magad is rengetegszer játszol. Ha te hívsz meg egy rendezőt egy darabba, elvileg ugye a rendező a főnök, tehát ő mondja meg, hogy akkor ki hol legyen, mikor lép be ez a karakter, mikor jön be az, hogy kell viselkednie, ezeket ő határozza meg, ugye? Igen. Ha te hívod meg a rendezőt, de te bábszínészként veszel részt az előadásban, akkor nem szoktad néha felülbírálni őt, mert hogy, tehát hogy nem szokott megváltozni ez a ranglétra, ami elég, elég szigorú? Igazából én nem. Egyáltalán nem szoktam beleszólni, mert. Tehát akkor te tudott, mert azért, hívom, neked. azért hívom őt meg. Tehát, hogy, hogy én, én próbálok, vagy legalábbis úgy érzem, hogy, hogy eddig, eddig sikerült, és törekszem is erre, hogy alázattal legyünk. Tehát nekem ő ott akkor a kis Isten, az a rendező. Tehát én. én, én 90%-ban mindent elfogadok, amit mond. Természetesen nem mindegy, hogy hogy mondja, de, de mondom, azért, azért választom, vagy választjuk mi meg, hogy, hogy, hogy azért teljesen tisztában legyünk az ő, az ő mienségével. Én nem szoktam ebbe beleszólni, sőt, én, én nagyon szeretem, hogyha ha engem, ha engem, vezetnek, vagy legalább, hát valamilyen szinten persze, de hogy, de hogy, instruálnak, hogy, hogy partnernek tekintenek, mert, mert azért manapság már szerintem a, a mostani rendezők azért nagyon-nagyon jó fejek, tehát ö, sokuk játszik is, és pontosan tudják, hogy hogy kell a színészhez szólni, és mi az mi az, az út, ahogy, ahogy el lehet őt juttatni a legjobb ö, produkció felé. Tehát ilyen félreértések nem szoktak igen, adódni. Igen. És akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy itt mögöttünk ugye látható egy kis paraván, amit összeállítottál, néhány bábot kikészítettél ide nekünk. Hány bábod van összesen? Össze tudod számolni? Nem. ezt uh, Nem. Nem nem, 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 nem. Több tudom. száz? Hát igen, mert ugye bábnak tekint, tehát hogy, hogy olyan dolgokat is bábnak tekintünk, amit, amit mondjuk lehet, hogy, hogy általában az emberek nem, hiszen mondjuk a tárgyjátékoknál különböző tárgyak is életre tudnak kelni, hogyha megfelelő helyen és megfelelő módon vannak megmozgatva és szólalt, megszólaltatva. Próbáltam minél változatosabb technikával ö, működő bábokat hozni. Tehát ezek mind különböző típusú Hát igen, bábok. igen, igen, igen. Ebből van sok, ami, ami nem a mi előadásunkban szereplő báb, hanem ö, valamilyen egyedi, sajátos, ö, egy technikára épülő kuriózum figura, mondjam így. Például ő Ugye ő egy, egy, egy vajang ö, ö, báb, ide veszem magamhoz, csak nem biztos, hogy vissza tudom rakni. Nagyon különleges, fából van, ugye? Igen. Ugye, mert az, azt mondják, hogy, hogy azért a, a báb őshazája az ugye Indonézia, és a távol-kelet egyik figurája ő. Ö, hát nem is tudom, hogy a Mahabharatából vagy a Rámajánából egy, egy, egy figura, aki nagyon izgalmas, mert ugye egy picit beállításában a, a, az egyiptomi képekre hajaz, és ő egy olyan báb, aminek az eredője pedig ez. Ez egy ánybáb, és ő is, ő is egy vajangbáb, igen, őt nem tudom most levenni, mert oda tűztem. Ő azért nagyon izgalmas, mert ugye ő, őt, bele kell helye, őt rá kell nyomni a vászonra, és hátulról ugye, vagy felülről kapja a fényt, és, és úgy mozgatják így a törzsét és a, és a, a karját. Aha. Na Tehát most... még a világítással is játszani kell egy picit. Hát hogy, hogy, hogy ne? Persze, keljen. persze, persze. Gyerekdarabokban mennyire lehet ezeket használni, amiket bemutattál? Ö, nagyon, hát nagyon érdekes ez, mert ugye azért van ennyiféle technikai, hogy, hogy azért ezzel gazdálkodjunk. Tehát, hogy mindig megfelelően a, a témától függően válasszuk meg, hogy mivel akarunk dolgozni. Tehát ö, például ezt a, ezt a típusú ö, bábot leginkább keleti mesékhez szokták, paravános keleti mesékhez szokták használni, de mondjuk ugye egy marionett figurát... Ö, aki őt, itt ö, Igen. Őt, őt, ugye ő hozzá kell egy marionett színpad, tehát őt, őt, akárhol, hát ugye nem, nem tudod használni. Na például ő egy saját készítésű báb. Egy ezt nyújra. én, igen. Volt egy előadásunk a Rémusz bácsi meséje. Yeah. Az volt a címe, hogy a szurokbaba, és ő abból Jó. a nyuszi. És ezt még én készítettem, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon idős nyúl. Milyen mozgásokra képes az a nyúl <laughs> Hát ő asztali báb, tehát őt úgy találtam ki, most a földön van ugyan, nem tudom, hogy ez így működik-e, de mondjuk akkor inkább így. Hát ő tud így for forogni, tehát ő ilyen teljesen adhok mozdulatokat és ugrálni tud, le tud ülni, fejét tudja forgatni, fejét tudja forgatni igen, meg tud pördülni a saját tengelye körül, és ugrándozni tud. <laughs> Mutatok okay. egy olyan, hogy, 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 mert arról lehet, hogy nem beszéltünk, hogy mennyire érdekes az a dolog, hogy mit is nevezünk bábjátéknak. Ha meg akarnám fogalmazni, akkor azt mondom, hogy minden olyan játék, amely valamely tárgy vagy, vagy eszköz megmozdításával életre kell, szerepet játszik, vagy éppen közölni akar valamit, azt bábjátéknak nevezzük. És ehhez kapcsolódik az, hogy ez nem csak eszköz és tárgy, hanem lehet az ember valamely test része is. És ezért hoztam ezt, hogy demonstrálni tudjam. Aha. És egyik előadásból egy Pársoros mesét elmondok. Volt egyszer egy kislány. Ennek a kislánynak volt egy háza. Háza körül udvara. Tágas. Rajta nyújtózott az üres. Ült a kislány a házában. Háza ablakából nézte a nagy nyújtózót. Kimenni nem mert. Hitte farkasnak, fenevadnak. Ha sütött a nap, sétáló farkast látott. Ha leszálltak a sötétek, akkor fenevadott. Nem volt maradása a félésben. Hát elment a világba ez a kislány. De kiknek szokta ezt például mesélni? Ez az egyik kedvenc. Uh előadásom. Ez egy egyszemélyes előadás. Hopp, Semmi a közben. Ez egy egyszemélyes előadás. Ennek az a címe, hogy volt egyszer egy, és a szerző pedig, akinek a könyve alapján készült, Máté Angi. Ő egy kortás szerzőnő, és az azonos című könyvéért, tehát volt egyszer egy, 2010-ben nemzetközi eh, díjat, Ibi díjat nyert, mint legjobb gyerekmesekönyv. Ezt az előadást, eh, hát volt szerencsém, hogy jutalmazták, és 2015-ben eh, a Kolibri Fesztivál díjasa lettem, hogy úgy mondjam, eh, mint legjobb produkció, sőt nevezték eh, 14-ben eh, a színikritikusok díjazásában, mint gyerek előadást. Tehát belekerült abba, nem tudom én, 5-6 produkcióba, akik közül választották ki az év legjobb előadását. Nagyon szeretem ezt a, ezt a mesét, ezt, a, ezt az előadást, mert mert Máté Angi valami csodálatos hangon szól a, a gyerekekhez, és annyira sajátomnak érzem, annyira úgy érzem, hogy, hogy olyan problémákat és olyan kérdéseket feszeget, ami, ami minden gyerekben ott van, és hogy ténylegesen keresik ők is a választ ezekre, és én annyira bízom benne, hogy, hogy az előadást követően ezt megkapják. Itt több mese hangzik el, és ez, amit most elmondtam, ez a kezdő kis történet, ez alapján indul el a kislány a világba, mert hogy az udvarán nyújtózik az üres, és mindenféle kis lényekkel, történetekkel találkozik. Téged is ez motivált abban, hogy bábszínész legyél? Tehát ezek a fajta érzetek, ez a kislány egy kicsit te vagy? Hát akár, igen, igen, ez, ez, igen, erre nem is gondoltam, de igen. Igen, valószínűleg, hogy ezt azért is érzem annyira magaménak, Ö, és, és az meg annyira csodálatos, hogy ezekből a találkozásokból, meg ezektől a kis lényektől, akikkel ö, megismerkedik útja során a kislány, mindenkitől, mindenkitől hazavisz egy lábnyomot, és lerakja az udvarára, és eltűnik az üres. Hm. És, ö, és ez annyira sz szeretem, amikor, amikor gyerekekkel kicsit ilyen drámafeldolgozó ura, jellegűen beszélgetünk az előadásról, és ők, ahogy beszélünk róla, ők világosodnak meg arról, hogy jé, ez tényleg ez, ez olyan, mint, mint, amikor az ember egy nyaralásból hazavisz emlékeket, csak ezt a szívébe viszi. Mennyire van igénye a gyerekeknek arra, hogy egy-egy bábszínház előadás után megbeszéljék a, a történteket? Említetted az előbb, hogy ö, vannak olyan jellegű foglalkozások, ahol ez tervezetten ö, megtörténik, Spontán módon milyen gyakran történik ez meg, hogy egy előadás után megkeresnek, oda mennek hozzá, kérdeznek tőled? Gyakran, gyakran előfordul, ö, és nem is annyira... Ö, oda jönnek, hanem már, már én eleve úgy ö, adom el a produkciót, vagy úgy ö, beszélem meg a szervezővel, hogy, hogy lehetőség szerint legyen egy ilyen kis feldolgozó, egy ilyen kis beszélgetés a nézőkkel, hiszen nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy, hogy, ezeknél az előadásoknál, amik ugye teljesen különbözőek, mindegyik más, mindegyik más technikát használ, mindegyik más mesét dolgoz fel, melyik milyen, hogy működik. Például ugye ennél sokkal inkább a történeteket beszéljük át a gyerekekkel, bár azért izgalmas, mert minden papírból van ennél az előadásnál a díszletben. Van egy olyan előadásunk az állatok nyelvén tudó juház, ami különböző használati eszközöket dolgoz fel báb formájában. Tehát értem ez alatt, hogy különböző figurák testébe, vagy valamely ruhadarabjába be van építve egy régen, vagy akár még most is használatos tárgy. És például a bolhás kutya a, a juhászembernek, a Jankónak a kutyája, ő egy ilyen sámfából készült kis bábfigura. Ez azért egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye ez a tárgyjátéknak az egyik fajtája, ez a, ez a típusú, hogy konkrét tárgy van elrejtve benne, mert ugye a tárgyjátéknak amúgy meg az a lényege, hogy túlmutat a saját jelentésén. Tehát attól, attól, izgalmas, tehát úgy használom, tehát hogy nem, nem szimplán úgy használom, mint egy sámfát, és nem kizárólag tágításra, vagy megőrzésre, bőrmegőrzésre használom, hanem egyszerűen belelátom, hogy ez egy, ez ez egy kutya, ez egyértelműen egy kutyus. Hány különböző bábjáték létezik a, a, világon, vagy Magyarországon. Ő szeret ezt számolni, hogy hány különböző típusú báb van, amihez különbözőképpen kell nyúlni? Hát vannak a klasszikus értelemben vett bábtechnikák. Nagyon sokszor próbálták már ezt ö, csoportosítani, hogy mégis ö, mi, vagy valamilyen szinten kategorizálni. Nem nagyon lehet, de van egy ö, talán elfogadott, én, én, én ezt tartom jelenleg a legjobbnak, hogy honnan mozgatom. De, tehát ez az irányadó. Te, igen, igen, tehát hogy az szerint, az szerint csoportosítják, hogy a mozgatás iránya szempontjából. Na most nem véletlenül mondtam azt, hogy, hogy gyakorlatilag bármi lehet bábjáték, éppen ezért nagyon nehéz a klasszikus kategóriák és technikákon kívül meghatározni, hogy még milyen van, mert bármi lehet. Volt már olyan, hogy meggyűlt bajod bábbal, tehát, hogy egyszerűen nem úgy működött, nem tudtad mozgatni, hogy nagyon megszenvedtél vele? Vagy azért ez úgy általában elég gyorsan sikerül neked? Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy a próbaidőszaknak ez az egyik feladata, hogy teljesen azonosulj a báboddal. Tehát, hogyha te kapsz egy olyan szerepet, amiben van egy mondjuk egy, egy, egy ilyen báb, mint mondjuk Fejnemőnen figura, Hát ez baromi nehéz. Ez most csak tehát, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon ezt sokat kell gyakorolni. Uh -huh. Tehát ezt, ezt amúgy itt kell fogni, itt kell igen, és ö, 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 aztán pedig a kezéhez hozzányúlhatsz. Hát ez többféleképpen, mert van, hogy egy gumival lehet, van, hogy. Tehát ezt a technikát, ezt eredetileg ugye a japánok... ezzel lépni is Hát bizony, bizony, bizony. És, és ugye itt különböző segítők vannak ezen bábok mozgatásához, de mi általában úgy szoktuk használni, hogy... Na, nem, ő nem megadta magát. Nem bírja tovább, kész. Kicsit tehát, hogy, hogy ennek egy, ez egy nagyon komoly tradíciója van a burraku bábú egyáltalán megszületésének és mozgatásának. Tehát eleve hárman mozgatják, és mondjuk az ilyen ember méretű báb az, az eredeti az autentikus burakubáb. Ez már egy ilyen, hát hogy is mondjam, európanizált változata, itt már ezt egyedül is meg kell tudni mozdítani, és hát nagyon fontos, hogy minél szebben és kifejezőbben mozogjon az a báb. Keresed az ilyen jellegű kihívásokat, hogy olyan akár tradicionális, mondjuk a világ távoli pontjain levő tradicionális bábokat megismerni, idehozni, vagy valamilyen módon találkozni, kapcsolatba kerülni velük és megszólaltatni őket? Vannak ilyen jelögű vágyaid? Hát szeretném, de, de ahhoz, hogy mondjam, ahhoz kicsi a keretem hogy, hogy, hogy ezek, ezeket. Ezek drága dolgok. Ezek hát szerint. ezek igen, igen, igen. Bár mondjuk most már ott tart a Báb Színház, hogy ide is jönnek, tehát azért rengeteg nemzetközi fesztivál van, nagyon sokan jönnek, akár Japánból is például, láttam ilyen előadást a Budapest Báb Színházba, távol keletről is jönnek, és hozzák magukkal ezeket a hagyományokat. Én azt gondolom, hogy, hogy nekünk itt, itt kell, tehát itt kell megtalálni azokat a az eszközöket és kincseket, ami, ami, itt, itt nálunk Magyarországon, Európában megvan és megtalálható. Hogy látod a saját jövődet az Arany Szamár Báb színházzal összefüggésben, tehát a színház jövőjét és a te jövődet? Hát én azt gondolom, hogy hihetetlen nagy ez az út amit, amit megtettünk, illetve megtettem. Hát, hogyha belegondolok, azért 20 év az, az egy felnőtté válás egy gyereknél. Tehát az, ez tele buktatókkal, tele kihívásokkal, és nagyon-nagyon sok örömmel és kitartással. És azt gondolom, hogy ezzel tudott az lenni, ami vé most vált. Én azt gondolom, hogy most egy pont egy olyan időszak vette kezdetét az életünkben, vagy a pályafutásunkban, már most így a szamár és én, amikor is duplájára nőttek az előadásszámok. Már tényleg az van, hogy keresnek minket, tehát nem nekünk kell kuncsorogni, tehát kopogtatni. Igen, 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 és, és, meg tudunk hívni olyan alkotókat, akiket, akiket igazán szeretnék, tehát nevesebb embereket. Olyan produkciókat tudunk, olyan volumenű, olyan méretű, tehát most kiállítására gondolok, ami, ami eddig vagy hát az, az elmúlt, vagy az első tíz évben mondjuk lehetetlen volt, hogy hogy egyáltalán ilyet létrehozzunk. Szóval, hogy rengeteg olyan összeállás van, és olyan ö, együttműködés, ami, ami azt eredményezi, hogy, hogy azt gondolom, hogy van, van tere a szamárnak, és van útja, és amíg, amíg vannak gyerekek, meg amíg vannak. <laughs> kíváncsi, érdeklődő és hát elmélyülésre vágyó gyerkőcök és felnőttek, addig, addig nekünk is van létjogosultságunk.